Megkezdődött a női röplabda extraliga negyed döntője. A Fátum Nyíregyháza a Kaposvárt fogadta. Az első szett elején felváltva vezettek a csapatok, és a játékrész feléig egyik gárda sem tudott komolyabb előnyt kiharcolni. Ekkor viszont jó nyitásokkal és Szelena Leban pontjaival meglépett a Fátum, és 25-23-ra nyerte a szettet. A második felvonás jól kezdődött hazai részről, 4 ponttal meglépett az együttes. Végül 4 szett labdája volt a Nyíregyházának, és Krisztina Belova az elsőt értékesítette. A harmadik játszma hatalmas izgalmakat hozott, bár 17-13-nál még vezettek, a mieink a somogyiak a hajrában fordítottak, és 3 pont is volt az előnyük. Ekkor azonban egymás után többször is nagyot mentett Tóth Fruzsina, és a támadás befejezések is pontosak lettek. 22-22-nél egyenlített a Fátum, majd az első meccslabdát értékesítve 3-0-ra győzött, és ezzel 1-0-ra vezet a párharc során. Nagyon örültek a játékosok, hogy végre a Continental Arenába tudunk játszani, és ez lehetett is látni. Végre egy kis vidámságot is belevittek a játékba, annak ellenére viszont végig koncentrálták a játékot, és ez lehetett is látni. A legeredményesebb játékos a 22 pontot szerző Szelena Leban volt. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a Kaposvárnak, hogy ilyen jó mérkőzést játszhattunk velük. Tudtuk, hogy vissza akarnak vágni azért, hogy a kupában mi nyertünk 3-2-re, de megmutattuk, hogy ki az úr hazai pályán, és nagyon boldog vagyok, mondta Szelena Leban. Folytatás vasárnap Kaposváron.